Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Volt iskolaigazgató, majd polgármester Regőjben, 10 éve pedig Tamási első embere. Ismerjük meg Porga Ferencet emberközelből. Én 1971-ben születtem, Pincehelyen. A gyerekkorom első felét azt Magyarkeszin töltöttem, hisz édesanyám és édesanyám családja magyarkeszi, édesapám pedig Tamási mellett Kecskepusztán született, később aztán Fürgeden és Székesfehérváron élt. Szóval 7,5 éves koromig Magyarkeszin éltem, ott jártam az általános iskola első osztályát ki, és utána átköltöztünk szüleimmel Tamásiba, és 1978-tól tamási lakos lettem. Ide jártam általános iskolába, második osztálytól, aztán ide jártam a Bíri Balogh Ádám gimnáziumba, és ezt követően behívta a katonának, majd következtek a főiskolás évek. Hogyha így néhány mondatban gyorsan fel kell vezetnem a 18 éves korom előtti időszakot. Azt elmondom, nagyon szerettem Magyarkeszit is, hisz azért onnan már, ott már nagyon sok emlékem van kisgyerekkoromból, máig szívem egyik csücske, és Tamásit is. Máig is imádom, holott kimaradt itt, majd erről később beszélünk, 20 év az életemben, amit Regőjben töltöttem. Én nagyon élveztem a gyerekkoromat, Vásártéri, Tamási belül Vásártéri gyerek vagyok, ez a város vége. Nagyon sokat játszottunk, elsősorban fociztunk a utcabeli, környékbeli srácokkal, meg katonást játszottunk, meg hadakoztunk, amit a féle fiú gyerekek a 70-es, 80-as években, és volt egy saját focipályánk is. Az utcával szemben lévő rész az még beépítetlen terület volt, és itt kihasítottunk egy részt abból a területből, és ott volt egy grundunk gyakorlatilag. Édesapám csinált fából kapukat, és hát szinte mindig ott fociztunk, meg hát a suliba is. Én sport azért meghatározó szerepet játszotta az életemben később is, és ma is nagyon szeretem, bár most már inkább csak tévén nézem sajnos. Meghatározó időszak volt a Bíri Balogh Ádám gimnázium, amely egy kiváló útra valót adott életem további részére. Egy fantasztikus, jó közösségi osztálynak lehettem a része 4 éven keresztül. 1985 és 89 között. Nagyon sok barátom, sőt azt hiszem, hogy legtöbb barátom az a gimnáziumi időszakból datálódik, akikkel máig is tartom a kapcsolatot. Tehát óriási indítatás volt a gimnázium, én máig szívesen gondolok vissza erre az időszakra. Aztán nem voltam túl jó tanuló, azért nagyon rossz sem, és imádtam a történelmet meg a földrajzot, úgyhogy nem is gondoltam másra, mint hogy én ebben az irányban fogok tovább tanulni, és felvételiztem az ELTE tanárképző főiskolai karára, ahova felvettek, és egy év katonaság után, már akkor még ugye volt kötelező katonaság, előfelvételisként Budapesten és Nagytartsán katonáskodtam, és utána kezdtem a főiskolás éveket Budapesten. Hát, ez az időszak is mondhatom, hogy meghatározó volt életemben, hisz ott is egy kiváló közösségbe kerültem. Nagyszerű tanáraim voltak, mind a történelem, mind a földrajz területén, tehát egy olyan műveltséget, olyan hátteret kaptam, ami szintén máig meghatározó. És a főiskola elvégzése után gondolkodtam azon, hogy Budapesten maradok, de én igazából mindig egy ilyen vidéki gyerek voltam, és én imádom a vidéket, és különösen Tamásit és környékét, ezt a dimbes, dombos, csodaszép tájat. Tehát igazából komolyan nem is gondoltam azt, hogy én Budapesten maradok, hanem hazajövök. És haza is jöttem, állást kerestem, megkerestem az összes tamási iskolát, hogy történelemföldrajz szak, ami egy viszonylag ritka párosítás, azért van-e valahol álláshely, sehol nem volt, és aztán megtudtam, hogy Regőjben, a szomszéd településen
Történelemföldre szakos tanárt kerestek éppen, hogy csak. És át is mentem gyorsan Regőbe, és ott a igazgató, később igazgatóm, főnököm, első főnököm jött velem szemben, szonták György, aki azonnal állást ajánlott, így aztán 1994. szeptemberében Regőben kezdtem, Regőiskolában kezdtem történelmet és földrajzot. Három év tanítás után egy váratlan dolog történt, az akkori igazgató váratlanul nyugdíjba ment, és megüresedett az iskola igazgatói poszt, és valahogy úgy alakultak az akkori viszonyok, hogy három év gyakorlat után rám esett a választás. Az akkori polgármesternek, Szonták Gyuri bácsi beajánlott engem, és ragaszkodott ahhoz, hogy a képviselőtestület engem bízzon meg egyelőre, egy évre, aztán utána majd pályázat útján nyertem ezt a pozíciót. Hát óriási feladat volt, nagyon fiatalon mondhatom, nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, nulla vezetői tapasztalattal, de hát valahol el kell kezdeni. 2006-ban jött egy olyan helyzet, hogy sokan megkerestek a településről, a faluból, a Regőből, hogy vállaljam, indulja a polgármesternek. Aztán nagy nehezen ráálltam. Akkor már ott a faluban azért nem csak az iskolában dolgoztam, hanem bekapcsolódtam a közösségi életbe. A Regői Lovas Egyesületet alapítottuk újjá, polgárőrséget, Regőért Egyesület civil szervezet alakult és működik máig. Tehát ott a fiatalokkal, a középkorosztállyal egy nagyon élénk társadalmi közösségi élet bontakozott ki, aminek részese lehettem én már, mióta oda költöztem 98-99-től. És ez adott alapot arra, hogy kipróbáljam magam egy másik területen, és a 2006-os önkormányzati választásokat megnyertem, így 2006-tól 2012 végéig Regő polgármestereként dolgozhattam, ami teljesen más feladat volt, mint iskolát vezetni, vagy akár tanítani. Egy nagyon jó bázison volt, egy jó képviselőtestület, tehát választott a falu, és ahogy mondtam, remek civil közösség állt mögöttem. Tehát sok minden sikerült elindítani, programokat, rendezvényeket, és ez egy nagyon pozitív, nagyon intenzív korszak volt az életemben. Azért egy kis település polgármesterének egy picit más lenni, ezt ugye most már tudom, akkor is sejtettem nyilván, mint egy nagyobb településé. Tehát itt sok mindent a polgármester saját maga közvetlenül csinál. 2013-ban úgy alakult, hogy ismét jött egy felkérés és egy megkeresés, méghozzá az, hogy induljak el Tamási város polgármesterének, tehát az önkormányzati választásokon, méressem meg magam. Itt szintén Hirt Ferenc néhai országgyűlési képviselőt említem meg, aki megkeresett, és az akkori csapat, akit ekkor már jól ismertem, hisz a 2013-14-ben, itt a járási hivatalos korszakomban azért próbáltam visszailleszkedni a tamási közegbe, úgyhogy most már jó sok embert újra megismertem, mert hát a régi ismeretségi körön meg is volt. Egy picit azért így utólag merész vállalkozás volt, mert ahogy itt a beszélgetés elején te is Regőinek tituláltál, én valójában magyar kezdet Tamási vagyok, tehát életem egy jelentős részét fiatalkorban Tamásiba töltöttem, tehát én igazából visszaszárbaztam Tamásiba, csak sokan nem tudták az itt élők közül. Nagyon szerencsés vagyok az életemben, mert mindig olyan emberek álltak mellettem, mögöttem, a családban is és a munkahelyemen is, akik mindig tudtak támogatni, segíteni. Ez így volt és így van most is, hisz korábban szüleim, most pedig párom az, aki óriási támogatást ad nekem a háttérbe, és nélkülük ez nem tudna ilyen sikeresen működni. És hát itt a polgármesteri hivatalban, itt a Városházán is kiváló munkatársaim vannak, vagy akár az intézményeknél, városi cégeknél. Tehát ha vannak is nehézségek, mert mindig vannak, és nem is lehet minden napot megnyerni, vagy minden ügyet mindig,
de mindig egy optimista gondolkodású, egy pozitív életszemléletű ember voltam, és most már maradok is, aki talán mindenben a jót keresi. Ez lehet, hogy nem mindig jó, de én ezt az életszemléletet még édesanyámtól tanultam, és én ezt vallom, ebben hiszek most is. Szeretném azt, hogy az a munka, amit elkezdtünk, és itt nem csak magamra gondolok, és a mostani városvezetésre, hanem az elődeimre is, az tovább tudna épülni. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a fürdőt rendbe tegyük, a fürdőt bővítsük, fejlesszük, és Tamási mondjuk a Dél-Dunántúl egyik legjelentősebb gyógyvízzel rendelkező fürdővárosa legyen, megfelelő szálláshelyekkel, akár gyógyászati szolgáltatásokkal, hiszen ez egy óriási adottság. Hisz nem feledkezzük el arról, hogy Tamási fürdőváros, tehát ebben én óriási lehetőséget látok, és egy 10 éves táblázatban szeretném, hogyha ez megvalósulna. Szeretek beszélgetni az emberekkel, mert igazából úgy kapok vissza hiteles információt arról, hogy mi is történik a városban. Tehát egy városvezetőnek nem szabad elbújni, egy városvezetőnek ott kell lenni az emberek között. Ez kötelessége, de nekem ez nem esik nehezemre, hisz én ilyen alapbeállítású, ilyen típusú ember vagyok. Azt tartom fontosnak, vagy a legfontosabbnak, hogy ez a gyönyörű szép kisváros itt a Koppány mentén, ezen a nagyon szép dimbendobos vidéken, ez minél több Tamásinak az igazi otthon legyen. Ne csak élhető, hanem egy élő város legyen. Mert ha ezt minél többen otthonunknak érezzük, akkor kialakul egy olyan erős kötődés, ami arra inspirálja az embereket, hogy tegyenek a városukért. Szinte a nulláról kezdte, ennek ellenére a Balaton legnagyobb magánkézben lévő hajózási társaságát hozta létre. Otthonául mégis szülővárosát, Tamásit választotta. Bemutatjuk Szemlédi Regős Ákost. Az 50-es évekbe került a családom Tamásiba, a Regős család. Ennek volt egy előzménye, ugyanis a Regős családot a történelem viharai megcincálták elég rendesen. Nagyapám minisztériumban dolgozott, miniszteri tanácsos volt, és sikeresen lépkedett előre a langrétán, míg nem a 40-es évek vége felé a kommunista rendszer elsöpörte őt. Elhurcolták az otthonából, elítélték, majd 7 évre Szibériába kényszermunkára kényszerítették. Nagymamám egyedül maradt akkor a 2 gyermekével, várandósan édesanyámmal. Megküzdött az élet viharaival, a család megélhetését megteremtette, de a rendszer őrá is lesújtott, a családnak az otthonát államosították, majd őt is kényszermunkára ítélték, és a Hortobágyra kitelepítették. Az 50-es évek közepére azonban a helyzet, legalábbis a család helyzete némileg konszolidálódott. A kitelepítést feloldották, nagyapám hazakerült Szibériából, és a Szibériában megtanult szakmát, a fogorvoslást elkezdte űzni Magyarországon is. Megszerezte a fogászi képesítést, és Tamásiba került, mint megbízatási helyszínre. A család megvetette a lábát Tamásiban, nagyapámat megszerették, és ennek nagyon sokáig érzem még mindig a hatását. Nagyon sokszor találkozok ismerősökkel, idősekkel, akik a szájukban mutatnak, hogy na, ezt a fogamat még nagyapám csinálta. Tehát nagyapám egészen a 80-as végéig fogorvosként dolgozott Tamásiban, és a család élete kivirágzott itt. Amikor én születtem 1976-ban, akkor már kevésbé borús idők jártak, én gondtalan gyerekéveket éltem itt Tamásiban. Később Tamásiban leérettségiztem, mai napig ezek a barátságok, kapcsolatok, amik akkor születtek, élnek. Én
érettségi után Veszprémbe kerültem, és a Veszprémi Egyetem turizmus vendéglátás szakára jártam. Abban az időben nagyon sok tapasztalatot szereztem, nagybátyámnak van egy utazási irodája Budapesten, abban az időben a vállalkozás nagyon jól prosperált, nagyon sok utat szerveztek, úgyhogy náluk tevékenykedtem, és később önálló útra léptem, Siófokon kezdtem el szállásközvetítéssel és programszervezéssel foglalkozni. És nekem gyerekkori vágyam volt a hajózás és a vitorlázás. 2002-ben gyerekkori barátommal közösen vásároltunk egy hajót, az 1942-ben épített Torontál nevű hajót, ami egyébként érdekesség, hogy Bajcsi Zsilinszky Endre hajója volt annak idején. Az első években örömhajózás volt, és a baráti társaságoknak az együttlétét szolgálta ez a hajó, meg hát alapvetően ugye a vitorlás sportot. A sport, a vitorlázás és az üzlet, az később kapcsolódott össze. Először alapítottunk egy charter társaságot, ami azt jelentette, hogy hajókat adtunk bérbe, és 2 éven keresztül a működésnek alapvetően ez volt a területe. De fiatalok voltunk, lendületesek voltunk, és volt bennünk energia, és ez nem elégítette ki a vágyainkat, hanem szerettünk volna vásárolni egy nagyobb hajót, egy nagy kétárbószos hajót. Na most erre Magyarországon lehetőség nem volt. Bármilyen meglepő is, legközelebb Bodrumban, az Égei tenger partján fekvő török városban találtunk olyan hajót, ami erre alkalmas volt. Hát a legfrissebb információnk, ami Törökországról volt, az még az egri csillagokból származott. Na most ahhoz képest azért sok minden változott, és szerencsére nem jumbódzsákkal találkoztunk, hanem nagyon kedves hajókereskedőkkel, és egy nagyon kedves eladóval hozott minket össze a sors, aki végtelenül korrekt volt és segítette az indulásunkat. Hát ez egy 3000 kilométeres út volt, aminek ugye 2 nagy szakasza van. Az első szakasz a tengeri szakasz, és a második az pedig a folyami szakasz. Na most mindenki a tengeri szakasz gondolja félelmetesebbnek, mi is úgy gondoltuk, de a tengert azt leküzdöttük néhány nap alatt, tehát áthajóztunk az Égei tengeren, láttuk a Dardanellákat, keresztül hajóztunk a Márvány tengeren, kikötöttünk Isztambulba, láttuk az Aja Szófiát, a Kék mecsetet, az Európát Ázsiával összekötő hitat, keresztül hajóztunk a Boszporuszon, átszeltük a Fekete-tengert és kikötöttünk Konstancán. Most ezt gyorsan elmondtam, de tényleg pár nap alatt ez a tengeri út lezajlott. Na nem mondom, hogy problémamentesen, mert találkoztunk egy hatalmas tengeri viharral, ahol csak társammal csak néztünk egymásra, hogy vajon Tamásiból hogyan kerültünk milyen nagy bajba egyáltalán, és szerencsére a jókedv az oldotta a feszültséget, úgyhogy túléltük a vihart, a hajó is túlélte, és így utaztunk tovább. A Fekete-tengeren nekiütköztünk egy teherhajónak, de az már lehet, hogy a fáradtság volt a hibának az oka, ugyanis aki szolgálatban volt, rosszul érzékelte a fényjeleket, és amikor én kikászálottam a kabinomból, csak azt láttam, hogy a fejünk fölött van egy hatalmas nagy kargóhajó, ami nagyjából olyan magas volt, mint egy 10 vagy 20 emeletes toronyház. Az útnak a másik fele egyébként, mert hogy kerek legyen a történet, az volt ugye a folyami szakasz, amiről mi azt gondoltuk, hogy mi, akik már leküzdöttük a tengert, nekünk már a folyóvíz akadályt nem jelenthet. Na most csalatkozni kellett ebbe a reményben, ugyanis az Aldunán eltört a hajónak a hajócsavarja, innentől fogva a hajó az mozgásképtelenné vált, és lényegében sodródtunk lefelé, visszafelé a Dunán. Rá voltunk utalva arra, hogy mások segítsenek, és szerencsére a hajósok segítenek is egymásnak. Szerbek, románok, magyarok, osztrákok, németek húztak, vontak minket fölfelé a következő 1200 kilométeres szakaszon. Tehát ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzet volt. Az első 2 év az igazából azzal telt, amit nem is tudtunk annak idején, hogy ez mennyi nehézséget fog jelenteni, hogy a hajót levizsgáztassuk. 2 év után kaptuk meg az engedélyt, és az első évben alapvetően a tevékenységnek
a jó része az a sétahajóztatás volt. Nagyon kemény ellenszélbe kerültünk. Tehát minden tényező abba az irányba mutatott, hogy mi ne tudjunk működni. Ez viszont most lehet, hogy szerénytelenség, de megsokszorozta az erőnket, és bármilyen nehézség is volt, újabb terveket kovácsoltunk. Elmentünk Spanyolországba, és Dél-Spanyolországba vásároltunk egy másik hajót, lapot húzva, tehát hitelt vettünk föl, pénzügyi segítséget kértünk és szereztünk, ahonnét lehetett, és megvásároltuk a második személyhajónkat is. Majd belevágtunk egy pályázatba, ahol egy nagy fejlesztést hajtottunk végre, ez több mint 14 évvel ezelőtt történt, és akkor hatalmas nagy pénz volt, egy 100 millió forintos pályázatot valósítottunk meg, akkor vásároltunk két új motoros hajót. Tehát a vállalkozást építettük, mint Münchhausen báró, hogy a hajunknál fogva húztuk magunkat ki a mocsárból, és 10 éven keresztül minden erőforrást visszaforgattunk arra, hogy a vállalkozást erősítsük. Ez nem csak hiúsági kérdés volt, hogy gyorsan akartuk a vállalkozást építeni, hanem egyszerűen szükségszerűség volt, hiszen olyan környezetben voltunk, ahol a többi piaci szereplő nálunk lényegesen erősebb volt abban az időben még. Most ott tartunk, hogy évente utaslétszámban 35 ezer vendéget szállítunk Siófokról a kalózhajós programokon, ez a menetrendi járat. A vállalkozásnak ugye egy másik fő területe a rendezvényszervezés. Évente 400-500 rendezvényt szervezünk ugyanezeken a hajókon. A rendezvények részben magánrendezvények. Tehát most gondolok itt arra, hogy legénybúcsú, esküvő, lánybúcsú, születésnap, hát fekete humorral szoktam mondani, hogy bölcsőtől a sírig tartanak a szolgáltatások, tehát minden életkornak megfelelő szolgáltatást tudunk nyújtani. Tíz évvel ezelőtt ismertem meg a feleségemet, és az otthon melege visszatért e ház falai közé is. Született két gyermekünk, akik már Tamásiban kezdték meg az óvodát és az iskolát. Ugyanis azokban az években, amíg a vállalkozást építettem, a Tamási ház megvolt, és nekem mindig is a szívem csücske és a szívem része volt, de alapvetően az életemnek a súlypontja inkább Siófokon volt. És volt egy pont, amikor a feleségem mondta, hogy Ákos, hát annyira szeretsz Tamásiban lenni, és mindig Tamásiban megyünk minden hétvégén dolgozni, a kertet rendbe tenni, a házat építeni, hogyha ez az örömöd, akkor költözzünk inkább vissza a Tamási házba. Úgyhogy végül is ez is történt, mert két évvel ezelőtt teljes mértékben visszaköltöztünk ebbe a házba, ahol gyerekkoromban is éltem. Bennem nagyon erős a lokálpatrióta érzés. Tehát mindig is ragaszkodtam Tamásihoz, hiszen ebbe a házba voltam gyerek. Minden bútor, minden sarok, minden négyzetcentiméter a lakásnak kedves emlékeket idéz bennem. Tehát nem akartam a háztól sem soha se elszakadni, igazából nem is szakadtam el. Tehát ameddig Siófokon éltünk a családommal, addig is gyakorlatilag a Tamási házat is éltük és ugyanúgy laktuk. Tehát amikor én hallom, hogy valaki elköltözött egy másik lakásba, eladta a házát, másik otthonba költözött, én mindig nehezen értem meg, hiszen én magam mindig ragaszkodtam a múltbéli emlékekhez. A siófoki ház is egyébként az a ház, amit annak idején nagyapám épített. Úgyhogy gyakorlatilag én elmondhatom, hogy bár közel 50 éves vagyok, igazából soha nem költöztem még sehová sem. 15-20 év, amit inkább Siófokon töltöttem, nem is lett volna, ugyanolyan természetességgel kerültünk vissza a város vérkeringésébe. Tehát ezek a kapcsolatok, amik hajdanán itt kialakultak, igazából a mai napig is élnek. Ez jelenti azt is, hogy könnyű bármit elintézni, hiszen mindenhol egykori osztálytársak, barátok vannak, de azt is jelenti, hogy bármilyen közösségbe megyek, legyen az mondjuk templomi közösség, egyházi közösség, szeretettel fogadnak minket. És ugyanezzel a szeretettel fogadják szerencsére a feleségemet, aki nem született Tamási lány,
és úgy látom, hogy ő is szinte ezen a településsel kivirágzik, úgyhogy most már ő is nagy vehemenciával ragaszkodik ehhez a tamási léthez. Köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra!